Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint a reformkor gondolataihoz kapcsolódóan szavaltak a diákok. A Vasvári Pál általános iskolában már hagyomány, hogy március 15-ét megelőzően megrendezik a felső tagozatosoknak szóló szavaló versenyt. A megmérettetésre a vármegye több településéről érkeztek diákok. Az 56-os forradalom és szabadságharc témaköre is ide csatlakozik, tehát ilyen témájú versekkel is indulhatnak a fiatalok. Külön öröm az számunkra, hogy a megyei szavalóversenyre ebben az évben 32-en jelentkeztek, és nem csak Székesfehérvárról, hanem a vármegyéből, és például Dunaújvárosból, Morról is, vagy Csókakörről érkeztek fiatalok, ami nem minden évben van így. A zsűrizésben részt vett Bobori Zoltán is, aki elmondta, egy-egy versnél fontos szempont, hogy a tanulók a saját gondolatukat, érzelmeiket közvetítsék, hiszen így lesznek igazán hitelesek. A versmondás számomra és egy ilyen versmondó verseny az ünnep. És ennek kell lenni a résztvevőknek is, a fölkészítő tanároknak is, és a hallgatóknak is. Legyen ünnep. Ez a magyar nyelv, magyar irodalom ünnepe mindig, és hát ezt, aki ezt szolgálja, az nagyon sokat tesz a magyarságért, és a nemzet kultúráráért. A zsűri elnöke örömét fejezte ki, hogy kortárs művészek alkotásai is megjelentek a versmondók választásában. A legjobb vitézek mind elmentek, s kedves reményünk velük mentek, egy sírba elnéznek. A nap végén a legjobb három helyezett könyvjutalomban részesült.